A BL résztvevő és a bajnoki tabella utolsó helyén álló csapat mérkőzésén nagy meglepetésre nem számíthattak a szurkolók, így is csak nem 2000-en voltak kíváncsiak a Budaörs elleni találkozóra az Audi arénában. Az Etol fölénye már a meccs elején látszott, a fővárosiak első góljára több mint 10 percet kellett várni, a hazaiak 7 találattal vezettek a szünetben. A folytatásban is tartotta ezt a tempót az Etol, és fokozatosan húzott el ellenfelétől. A fáradó budaörsi játékosok ellen könnyű gólok sorát lőtték a zöldfehérek. A csapatban ekkor több saját nevelési fiatal is a pályán volt. A vége 17 gólos siker lett, 35-14-re nyert a gól. Szerintem a csapat is nagyon együtt volt, mindenki nyerni akart, tudta, hogy kinek mi a dolga, segíthetjük egymást a pályán belül is, tehát most élmény volt a pályán lenni. Pár órával a meccs előtt jelentette be a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy Ambrus Martin és a Fradi edzője Elek Gábor lesz a női válogatott két kapitánya. Great pleasure, it's a big honor to be part of. Nagy öröm és óriási megtiszteltetés, hogy tagja lehetek a magyar nemzeti válogatottnak. Nagyon boldog vagyok. Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk és segítsem a csapatot, amennyire csak tudom. With the Hungarian national team. Az Eto győzelmét beárnyékolja Korsós Dorina sérülése. Az Eto balszélsője a második félidő közepén rosszul fogott talajt. Az első diagnózis szerint sérülés és súlyos, hosszabb kihagyás várhat rá.